A metafizika tradicionális létszemlélet hiteles képviseletének vannak bizonyos feltételei, amely nélkül maga a szemlélet elfog, tehát a doktrina alapjainak az elfogadása sem mehet végbe tökéletesen, és az ezzel kapcsolatos átélések is erősen megkérdőjelezhetőkké válnak. Több ízben beszéltünk már bizonyos kritériumokról. Kritériumokról, amelyek egyrészt jellemzik a metafizika tradicionális részszemlélet képviseletét, másrészt még tulajdonképpen magához a megértéshez organikusan kapcsolódnak. Több ízben beszéltünk erről, most ismétetem megemlítem, tehát az evolúciós elmélet bármilyen formában jelentkezik, tehát akár biológiai értelemben, akár az emberi életre vonatkoztatóan társadalmi vagy állami jogi tekintetben, mindenképpen hibás. Hibás egyszerűen azon alapelvnél fogva, hogy a létesült világban a létesültek lefelé tartanak. Mert nem ascenzió, hanem diszenzió állapítható meg. Ez körülbelül mindenre érvényes. Már ezt is említettem, de ezt újból ki, és újból ki kell mondani, hogy az egyik legpregnánsabb terület e tekintetben a nyelvek világa. Például az, hogy az archaikus nyelvek, vagy bizonyos nyelveknek az archaikus alakjai sokkal komplexebb nyelvtanuk van, sokkal megfelelőbb és kifejezőbb szókészletük. Hasonlítsunk össze a modern, viszonylag modern, vagy a legújabbkori indiai nyelveket. Például az óind szanszkrittal, hogy azokhoz képest milyen nagyfokú alászállás állapítható meg. De már a klasszikus szanszkritnak is van egy bizonyos alászálltsága egy régebbi nyelvi állapothoz. Tehát a Pánini által meghatározott szanszkrit nyelv már alászállás a Niruktában összefoglalt szanszkrithoz képest. Azokhoz a szavakhoz, az a régi nyelvtanokhoz, amik egyébként képest, ez egy alászállás. Pánininek a halála is egy érdekes kifejezése valamilyen eltévejedettségnek. A keleti doktrinák szerint is, és általában a vonatkozó doktrinák szerint, az az ember, aki bizonyos spirituális haladottságra tesz szert, az az állatok szeretetét élvezi. Ezért volt régebben az egyik kritériuma, hogy valaki alkalmas a királyságra, hogy kiéhezett vad oroszlánokhoz nyugodtan bemehetett, és onnan épségben távozott. Mint hogy az is, de hogy gyógyíthatatlan betegeket mégis meggyógyított. De itt az állatokra hívom fel a figyelmet.
Na most Pálnénit viszont egy oroszlán tépte szét. Ez minden esetre nem jó jel. És a régebbi szakrális nyelvtanokhoz és szógyűjteményekhez képest a Pálnéni és a Pálnéniféle iskola már egy alászállást jelent. Na, még mindig nagyon magas rendű az is, de nem a korábbihoz képest. Tehát ez a nyelveknél mutatkozik meg a legélesebben, leghatározottabban. Például az időszemlélet. Nagyon sok nyelven már elsorvadóban van. A különböző időbeli árnyalatok közötti különbség, az előidejűség kifejezhetősége. Ugye tudjuk, az előidejűség nagyon fontos. Tehát X elmondta Y-nak, hogy Afrikában járt. Ez bizonyos nyelvekben külön idő fejezi ki az elmondta, és azt, hogy Afrikában járt. Magyarban ez nincs meg természetesen. Magyar egyáltalán erre ebben a vonatkozásban nem elég komplex, és nem elég kifejező. De vannak olyan nyelvek, amelyek a szavak és mondatok közötti éles elválaszthatóság is, mint egy nem létezőnek tekinthető. Például az indián nyelvek, amerikai indián nyelvek a világ legkomplexebb nyelvei, és egyébként a legnehezebb nyelvek is. A hopi ezen a téren egészen rendkívüli. Például ugyanolyan kinézési tárgy, ha jelen van, akkor egész más neve van, mint akkor, hogy ugyanaz a tárgy nincs éppen jelen. Egy rendkívül magas rendűséget fejez ki a nyelv vonatkozásában. Ezek más ontológiai státusban vannak. Mert nem a könnyűség, egyszerűség jellemzi az archaikus nyelveket, hanem a nagyfokú komplex meglét, komplicitás, a szó legnemesebb értelmében, az árnyalhatóság, minden lehetséges jele megvan ezeknél. De ez csak egy példa. Más területeken is megállapítható ez a nagyfokú és helyes differenciáltság. Ma általában az a közfelfogás, hogy a kasztok valamilyen elmaradottságot fejeznek ki. Erről szó sincs. Az emberek ugyanis nem egyenlőek.
Ezt mindenki tudja. És erre ugye az a szokásos, hogy nem egyenlőek, de egyenlőeknek kellene lenniük. Nem tudni miért. Kellene egyenlőeknek lenniük. Hogy egyenlő jogokkal kellene rendelkezni. Persze sehol sem valósult meg soha. De hogy ez miért lenne helyes? Az emberek különbözők, különböző létrendi síkokhoz tartoznak, ezek esetleg egyenesen kasszerűen szétválaszthatók, és Indiában a kasztrendszer egy nagyon nagyszerűen működő struktúra volt. Persze az idők folyamán itt is vannak alászállások, degenerációk, de a kasztok eredeti értelme az nagyszerű, mikor India államelnökévé egy érintetetlen dasprosiát választottak, akkor a legkülönbözőbb országok, tehát az Egyesült Államok elnöke is, és minden második külön üdvözletüket küldték, azért, mert ő egy érinthetetlen, és az érinthetetlen lett elnök, és ezt egy nagy előrelépésnek tartották. Ebben semmi előrelépés és magasabb rendűség nem fejeződik ki. Ebben egy érzéketlenség fejeződik ki. Tehát szó sem lehet ilyen egyenlőség elfogadásáról. Egy olyan létszemlélet mentén, mint a metafizikotradicionális szemlélet. Az emberek nem egyenlőek, és az emberi lehetőségek. Tehát például a megvalósításra való alkalmasság egészen kivételes. Lehet, hogy a beteljesedtséget évszázadokig nem érje el senki. A jelenkori uralkodó felfogás szerint az ember állat. Ugye gerinces, emlős állat. Ezen belül a fő emlősökhöz tartozik. Ez az általános felfogás. Ember állat, gerinces emlős, az ember fő emlős állat. A fő emlősök szuperordójához némely felfogás szerint három rend tartozik. A félmajmok, a majmok és az ember. Vannak, akik még ekkora különbséget sem engednek meg. Már meséltem azt a képtelenséget, hogy mémelyek, Heckelnek a köre, Dubois, Raymond és mások felvetették, hogy ugye, hogy Isten nincs. De ha mégis lenne, ezt leírták, akkor egy légnemű gerinces állat.
légenemű gerincös. Ezt leírták. Tudósok. Tehát nincs, de ha mégis. Ez nagyon jellemző egy bizonyos mentalitásra. Egy olyan mentalitás, aminek ma meghatározó súlya van. Tehát a fejlődés elméletnek az ellentéte sem igaz. A fejlődés elmélet semmiképpen nem igaz. Sokkal inkább lehetne például azt mondani, hogy az állatok voltak éppen emberek. Elő óvatossággal. Valamilyen kisiklott emberi létformához kapcsolódnak. Ez sokkal igazabb, hogy az állatok voltak éppen emberek, mint az, hogy az ember voltak éppen állat. És az állatvilágban sem mindenki egyenlő. Miután különböznek egymástól, a rangjuk, létrendi rangjuk is különbözik. Tehát nyilvánvaló, hogy egy orangután magasabb rendű, mint egy amőba. Vagy mint egy galant féreg. Csak az állatok vonatkozásában a jog nem merül fel problémaként. De az ember világával felmerül. És a legnagyobb igazságtalanság rejlik abban, hogy egyenlőek az emberek. Hiszen ez nem a magas, nem az alacsonyabb rendűt emeli fel, hanem a magasabb rendűt rántja le és taszítja a mélybe. A létformák és tudatállapotok különböznek, mert a tudatállapotok különbözőek, különböző rangúak a tudatállapotok. Ez kapcsolódik emberekhez is, hogy egyes ember is a nap folyamán különböző létrendi állapotokat él meg. Hát például lehet tompult állapotban. Nem csak hogy a brészek, hanem általában tompult állapotban. Lehet alvó állapotban. Lehet éber, lehet különlegesen éber állapotban. Alkotói erők birtokában lehet. És ezek az állapotok különböznek. És különböző létjogosultságuk van. Annyiban mindegyiknek van létjogosultsága, mint hogy minden embernek jogában áll létezni. Létezni. De például az emberek életét irányítani, ez nem lehet mindenkinek a joga.
és csak kivételeseknek lehet a joga. Például az ősi Indiában, amikor még a finom árnyalatokat nem csak fogalmilag tudták, hanem érezték ember és ember között, pontosan tudták azt, hogy mi az, ami az egyes kasztok számára például ártalmas. Egy magas kaszthoz tartozóra számára ártalmas, egy érinthetetlennel mégis érintkezik. De az érinthetetlen számára is ártalmas a magasabb. Ó, érintkezés! Voltak olyan magasra haladott jógik, akiknek már semmilyen érintés nem árthatott, és ők sem ártottak senkinek akármilyen. De ez egy egészen kivételesen magas rendű fokon következett be. Általában a keveredés egyáltalán nem volt előnyös senki számára sem. Metafizikó tradicionális szemlélet bizonyos világnézeteket, én jobban szeretem a létszemlélet kifejezést, elfogad, és nagyon sok mindent nem fogad el, vagy csak nagyon kevéssé fogad el. Nyilvánvaló, hogy amit egyáltalán nem fogadhat el, az a naív realizmuson alapuló szemléletek. A naív realizmus a legáltalánosabb világnézet. Nem szóval emberek nem szokták magukat naív realistának vallani, még tulajdonképpen ez az uralkodó szemlélet. Naíven úgy dolgok, hogy vannak. Különböző világnézetek, létszemléletek általában ennek a intelligensebbé tett változatait jelentik, és kifinomultabb változatait. Például a materializmus, de tovább megyek, különböző ideálista formák is. Objektív ideálizmus. A szubjektív idealizmusnál kezd a dolog egy kicsit feltisztulni. De csak a legszélsőségesebb szubjektív realizmus, a szolipszizmus az, amely nagyjából szakítani képes a naív realizmussal. Semmi más. Tehát nyilvánvaló, hogy a metafizika tradicionális szemlélet nem fogadhat el, ha a filozófiára tekint bármilyen filozófiát. A legvégletesebb szubjektív idealizmusra, respektíve a szolipszizmusra van szükség akkor, hogyha meg akarjuk határozni, hogy mi az adekvát szemlélet, és pont ez az adekvát szemlélet.
anti spirituális világnézetek természetesen szóba sem jöhetnek. A spirituális világnézetek sem, ha nem mennek végig ennek az igenlésén, vagy az objektívban nem mennek át a szubjektív első rendűségének megvallásához, és ezen belül pedig a szolipszisztikus álláspontig. A szolipszizmust nem fordítjuk, de a fordítanók akkor úgy lehet fordítani, hogy egyedül önmagamizmus. Tudnék, ez a létcentruma. Önmagam középpontja, a világ mindenség középpontja. Nem csak a fizikai világé, minden lehetséges világé. Aki ezt nem látja be, az méltatlan arra, hogy embernek nevezzük. Külalakját tekintve, tehát mindig exomorfologikusan ember. Van két keze, két lába, füle, az olyan, mint egy ember. De nem rendelkezik azzal a kvalifikációval, hogy önmagát alapvetően felülmúlja. Az igazi ember még nem ember feletti ember, nem übermens, de képes arra, hogy azzá legyen. És aki nem képes arra, hogy azzá legyen, az igazából nem is ember. Olyan Nietzsche mondta, az embernek hídnak kell lennie. Olyan hídnak, amelynek a másik oldala az ember feletti ember. De azzá lehet. Aki nem lehet azzá, aki soha nem lehet ember feletti ember, az igazából nem is ember. És ha az ember saját magát nem tudja a létben megragadni, meghatározni, akkor hogyan lehetne ember? Népszámlálás esetén ember. Biológiailag ember. De metafizikailag nem ember. És a metafizikai besorolás, metafizikai rang, az minden egyéb ranghoz felülmúl jelentőségében.
Hát az embernek előfutárnak kell lennie, és hídnak kell lennie. Az ember feletti ember előfutárának, egy hídnak, amely az emberi létállapotból az ember felettiségbe vezet. És az ember felettiség az, amely metafizikai megvalósításra képes. Ez már metafizikai megvalósítás. Önmagamat a létesülteken túl valósítom meg. Én csak létesült vagyok, vagyis csak létező vagyok. Akkor a létem nem feltétlen és nem lehet szabad. Ez nyilvánvaló, hogy nagyon sokáig nem aktuális alapot, nem potenciálitás. Tehát potenciálisan az ember felettisége, sőt a létezés felettiséget kell képviselnem. Az abszolútum metafizikai abszolútum. Túl van léten és nem léten. És ez a végső cél. Az abszolút cél. És a beteljesedés egyszerűen, mint a szabadság megvalósítása. Csak ebbe az irányban megvalósítva jöhet létre. Egy abszolúció révén jöhet létre. Aki megmarad az élet körében, azt utóléri a halál. A testi kontingenciákat minden esetben utóléri a halál. De a lényegemet nem érintheti meg. A lényegem túl van az életen is. Túl van a léten is, nem léten is. Nem érintheti meg. A halál nem érintheti meg a megszűnés, nem érintheti meg semmilyen kötöttség. Potenciálisan az abszolútum vagyok. Aktuálisan a létezők egyike. Az az elismerhető minimum,
az elég még elismerhető minimum, hogyha valaki magasabb létrendi állapotban hal meg, mint amilyenbe beleszületett. És ez kivételes. Sajnos ez kivételes. De mást nem mondhatunk. Köszönöm szépen.